Iskolába hívogató címmel iskola előkészítő foglalkozásokat tartottak a Bábolnai Általános Iskolában március 8-án. A leendő első osztályosokat és szüleiket invitálták egy tartalmas délutánra, melynek során az ovisok játékos keretek közt ismerkedhettek meg a tanítónénikkel, nekik pedig lehetőségük nyílt az alapvető készségek és képességek felmérésére. A leendő elsősöket várták ide a Bábolnai Általános Iskolába, tehát a legfiatalabb korosztály az, aki ide látogat ma vendégként, nem egyedül érkeztek a szülőkkel, ez egyfajta nyílt nap a mai. Nagyon rendkívüli az a megoldás, ahogyan vállalták az iskola bevezetését, illetve hát a leendő iskolai éveknek a bemutatását. Ez egy sorozat első része, mi történt ma? Igen, azt gondoltuk a kollégáimmal, azt találtuk ki, hogy ne csak szeptember 1-én lépjék át az iskola kapujait és a küszöbét a leendő elsősök, hanem egy picit nyerjenek betekintést abba, hogy milyenek itt a tantermek, milyen munka folyik az iskolában, és hogy örömmel és kedvel várják azt a szeptemberi napot, amikor idejöhetnek, és tényleg ne azzal teljen az első hét, hogy megszeppenve nézegetik a folyosókat, merre vannak a tantermek, hol van a mosdók, hanem hogy már ügyesen, talpra esetten tudjanak közlekedni, illetve ami a másik nagyon lényeges, hogy tudják, hogy mit várnak az iskolában érkezve, és hogy mit kapnak itt. Nyilván az elsődleges, hogy felkeltsék a kicsiknek az érdeklődését, és hát, hogy olyan élményeket adjanak, kínáljanak, ami egy pozitív a közeljövőre nézve. Milyen programokkal várták a gyerekeket és szüleiket? Az összes alsós tanítónéni itt van, hogy mindenkit megismerjenek a gyerekek, és azt találtuk ki, hogy 5 helyszínen próbálhatják ki magukat, ilyen forgószínpad szerűen. Egy kis menetlevelet készítettünk nekik, amivel tudnak itt közlekedni, és amiben pecséteket gyűjthetnek. 2 tantermet nyitottunk ki, ahol interaktív tábla van, itt ilyen foglalkozásokon vehetnek részt, és kipróbálhatják magát az interaktív táblát, ami a mai gyerekek számára nagyon fantasztikus, és az órák menetében is talán a legnagyobb motivációt nyújtja, illetve fejlesztő pedagógusaink állítottak össze jobbnál jobb játékokat, illetve 2 helyen pedig kézműves foglalkozás zajlik, ceruzákra díszeket készítenek, illetve könyvjelzőket, ezzel is egy kicsit kapcsolván az iskola kezdésre. Volt egyfajta tájékoztató is. Igen, a művészeti teremben a gyerekeket felcsábítottuk a tantermekbe, és addig a szülők nyugodt körülmények között meghallgathatták a felekezetek tájékoztatóit, hiszen az iskolai keretein belül folyik a hitoktatás, ugye református, katolikus és evangélikus, aki pedig egyik felekezethez sem tartozik, ő pedig etikán vesz részt csoportbontással. Mire kíváncsiak a szülők egy ilyen alkalommal? A tanítónőre? A leendő lehetséges módszertanokra, vagy a felszereltségére az épületnek? Mi az elsődleges kérdés? Én azt gondolom, hogy mindenre, főleg olyan szülőknél, akiknél még nem jár ide nagy testvér. Tehát ők szívesen bejönnek magába az épületbe, hiszen ha belegondolunk, reggel 7:30-kor ide hozza a gyermekét, és délután 4 óráig itt van, tehát a napjának a nagy részét itt tölti, és ez azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy milyen körülmények között tölti. És ezért fontos, hogy most megismerjék, megnézzék a tantermeket, hogy ezért próbáljuk barátságossá, színessé és motiválóvá varázsolni. Ez is nagyon fontos, hogy megismerjenek minket tanítónéniket, mert lehet, hogy így az utcán látnak minket, de egy személyes találkozások mindent befolyásolhat, és nem mellesleg pedig tényleg itt az interaktív tábla, meg a feladatok, hogy lássák, hogy a gyerekük hol tart, és esetlegesen még mire kell egy picit odafigyelniük. A Bábolnai lakhelye rendelkező gyerekeken kívül nyilván banai gyerekek is megfordultak ma itt az iskolában. Ez egy rendhagyó működési módszer itt az intézmény berkeiben. A banai gyerekek mit szólnak a Bábolnai iskolához? Nagyon tetszik nekik, én azt gondolom, ugye felmenő rendszerben van, 5. osztálytól járnak ide, az összes banai diák itt tanul. Alsóba vegyes, van, aki banát választja, van, aki idejön a Bábolnai intézményben, mindenkit várunk szeretettel.
Ugye, ahogy mi tudjuk, ez egy sorozat, mi lesz ennek aztán a következő állomása, vagy akár a következő rendezvények, hogyha sorozatról van szó? Igen, sorozatot terveztünk, két rendezvényünk lesz ez a mai, illetve április 5-én lesz a másik, ahol szintén először egy szülőértekezletet fogunk tartani, és utána ismét a gyerekek feljöhetnek, és újabb programokat találtunk ki a gyerekeknek. Aztán ezt követően majd küszöbön lesz ugye a beiratkozás, amely meghatározza majd az osztálylétszámot és hát rengeteg minden más dolgot. Igen, igen, ezt követően április közepén pedig megtörténik a gyerekek beiratása, két nap áll rendelkezésre a szülőknek, reggeltől késő estig jöhetnek a szülők beiratni a gyermeküket, és hát bízunk benne, hogy két osztállyal tudunk majd indulni. Addig is azért van még jó néhány hónap, amíg valójában elkezdődik az iskola, és hát közte van egy nyári szünet is. Mit javasolsz a szülőknek, azoknak, akik első osztályos gyerkőccet indítanak majd az iskolába, hogy mit tudnak addig tenni ez alatt a néhány hónap alatt is rengeteget tud segíteni a szülő? Igen, én azt gondolom, hogy elsősorban a nyár azért a pihenésről szól. Tehát ez mindenféleképpen fontos, hogy most nem kell itt fejlesztőfüzetbe esni, tehát tényleg a gyerkőc az a legjobb, ha kipihenve érkezik szeptemberbe, és azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb. Szépen apránként felkészülni, megvásárolni a tanszereket, ami én azt gondolom a gyerekeknek azért nagy öröm kiválasztani, az iskolatáskát, ceruzákat, ezt együtt bekötni, és tényleg lelkileg is ráhangolódni és felkészülni arra, hogy szeptemberben azért egy nagy fejezet kezdődik az életükben.